Ezzel a kísérlettel a csirkeláb működését vizsgáljuk. Először nézzük meg, kívülről hogyan néz ki a csirkeláb. Hogyha a kezünkbe fogjuk, akkor láthatjuk, hogy a csirkelában négy lábúj található. A lábujjak végén karom van, és a karmok pedig szarúból állnak, tehát szarú képződmények. A csirkeláb belsején, amelyre rálép a csirke, talppárnák találhatók. Ez a középső talppárna, és az ujjakon is láthatóak a talppárnák. Nézzük meg, hogy hogyan működnek a csirkelába, mi mozgatja az ujjakat. Először felvágjuk a csirkeláb talp felőli részét, ez ollót használunk. És rögtön látható, hogy inak találhatók a bőr alatt. Ezek az inak az izmokat rögzítik a csontokhoz. Hogyha az inakat meghúzogatjuk, akkor attól függően, hogy melyik lábujjat mozgat, az a lábúj, most egyszerre húztam meg, tehát a három lábújat együtt működteti. Az inak inhüvelyben futnak, amely védi a surlódástól az inakat. Ha tovább nézzük, akkor itt található még egészen szélen, ezt nem tudtam kivenni a tröbinnal, egy másik in, és látható, hogy az in az izmot rögzíti, tehát ez egy kis izomdarabka. Ha ezt az inat mozgatom, akkor a kis lábúj kezd el mozogni, vagy egyes lábúj. Ha pedig a csirkeláb hátulsó részét vágom fel, tehát felső részét, akkor szintén inakat találunk. Először megkeressük. És látható, hogy ezek az inak hátra feszítik a csirkelábujjat.